Jókai Mor Lehel Kürtje Jászberényben is láthatni azt a becses erekjét, mely egykor harcok lelke volt, s melyet most minden századik ember sem képes megfújni. A szép elefántsont művön csaták alakjai láthatók bevésve, a rajz ki tudja mi régi, mely szkíta ősvésője alól kerül. E kürt története érdekes. Belejárt ez a hős vezérrel minden csatáiban. Szavára új élet ömlött a harcba. A hegytetőn, ha megfúvá, mérföldnyire elhallott zengése. Az Augsburgi gyászos ütközetben, midőn a rend fölbomla már a magyar seregek között, nem volt ideje a vezérnek kürtjétől búcsút vehetni lovát leszúrták alatta, és a paripája alá temetett hős kezéből kitekerték a kardot, mielőtt idej lett volna azzal önszívét átdöfni. S fogva vitték a győzelmes ottó elejébe társaival, ursúr és búcsúval. A fejedelmi bírák halálra ítélték a fejedelmi foglyokat nem fájt lehelnek ez ítélet. Érzé, hogy megérdemelte. Nem azért, hogy csatát kezdett, hanem azért, hogy azt elveszté. Csak az fájt lelkének kimondhatatlanul, hogy akinek hívására jött be a magyar sereg az országba, és kinek elpártolása miatt veretett meg, a pártütő Konrád is ott ült bírái között, kiket elpártolásának sikere kiengezte le iránta. Azt a kegyet kérte ki magának utolsó percében, hogy hat fúhassa meg még egyszer kürtjét, ez elválhatatlan hű barátot, kit kedves gyanánt szeretett mindenha. Hat fújja el rajta halotti énekét odaadták neki. Belefut utoljára. Hangzott hosszan, hangzott messze a búbánatos dal. A távolbércek szomorúan kiálták vissza hangját. A lehmezein egy-egy haldokló bajnok ütötte fel e hangra fejét, hallgatva, figyelve az ismeretes rivallásra. S midőn az elenyészett, elhagyta ismét az egy percre visszatért lélek. Hosszasan, keservesen rezge a véghang a kürtből. Benne volt kifejezve egy vitéz életnek dicstelen halála. Maguk a poroszlók is elragadtatva hallgatták a bánatos hangot. E pillanatban kiszökött közülük lehel, s amint Konrádot maga előtt látta állani, úgy sújtá főbe a nehéz kürtel, hogy egyetlen csapása alatt holtan rogyott össze. Te fogsz előttem menni, s szolgám leendesz a más világon, mondta Lehel. Úgy ment a vesztőhelyre. Máig is látszik, még egy nagy törés csorbája lehel kürtyén. Az utódok azt mondják, hogy ez akkor történt.